Ezen a pályán edzett vagy Törökországban az Eto. 15 perce van a csapat jelenlegi szállodájától. És itt egy másik sportcentrum, egy csatorna kanyarolatában, itt lesz a mai meccs. A két létesítmény légvonalban alig 3 kilométerre található egymástól, csak hogy az egyik folyó fölött van gyaloghíd, a másikon pedig még az sincs. Így aztán kerülni kellett. Potom 52 kilométeres autóbuszozás, ami 55-60 percet jelent erre felé. Ez pedig már a helyszín Larához közel. És a csatorna, ami a térképen nem látható, hogy milyen széles itt azonban, igen, ladikkal át lehet kelni, anélkül viszont problémás. De hát itt van a csodák világa labdarúgó központ, ahonnan valóban csodálatos a kilátás a hegyekre. A pálya ugyanis a csodától igencsak messze van, a játékosok is meglepődtek, amikor kifutottak oda, mert ilyen minőségű gyepel Törökországban már évek óta nem találkoztak de nem foglalkoztak vele, hiszen nem turistáskodni jöttek, hogy a tájban gyönyörködjenek, hanem azért, hogy megmérkőzzenek a bolgár liga harmadikén álló Litex Lovec csapatával, akiknek a kispadján az a Kasimir Balakov aki aki a Lászlóhoz hasonlóan remek irányító volt, mi több a bolgár legendát a 94-es világbajnokság All-Star csapatának egyik tagjaként is tisztelhetjük. A találkozó forgatókönyve a korábbi meccsekhez hasonlóan alakult. Az Eto nagy reményeket fűzött lipták mesteri indításaihoz, Ibanyás szabadrugásaihoz és szögleteihez, de bízhatott Rudolf improvizatív megoldásaiban is, amely elején azonban sehogy sem akart összejönni a gól. Vagy a védők voltak jó helyen, vagy a labda volt a kelleténél hosszabb. Aztán eljött az a pillanat, amikor az Istenek levették a csapatról a rontást. Látták, hogy mennyit dolgoznak nap, mint nap, mekkora alázattal és küzdőszelemmel vetik bele magukat a mérkőzésbe, illetve az edzésekbe, így akkor, amikor az első negyed óra végén Rudolf nagyszerű labdaszerzés és önzetlen passza után Priskin kihagyta a kihagyhatatlant is, az úr azt mondá, most már jöhetnek a gólok. Mert olyan támadás kerekedett pár percen belül, hogy azóta is csodálattal gondolunk rá. Előbb Rudolf Gergő és Vindeker József játszott össze, majd öt védő között a csatár pontosan tolta tovább a labdát Miroslav Tevanovicsnak, a bosnyák egyet igazított rajta, majd középre lőtte, a Priskin Tamás érkezett, így gyönyörűen a hálóba fejelt. Rajzolni nem lehetett volna szebben az akciót, hosszú ide után tudott vezetéshez jutni az Eto Priskin góljával, aki nagyon megérdemelte ezt. A játék a gól után annyit változott, hogy az Eto szorításából némileg kiszabadultak a bolgárok, de az első félidőben ez a szabadrugásuk volt egyedül veszélyes. A zöldmezesek ugyanakkor bátran és lendületesen indultak. Koltai jól vette ki a bolyból a labdát, Priskint futtatta Rudolf, de a visszapasz végül a védőkélet. A szögletnél az előre húzódó Lipták Zoltán fejese volt kapura veszélyes, Koltai Tamás pedig ma sem ismert elveszett labdát, jól is játszotta meg Windekert, de a középályás elől az utolsó pillanatban végül tisztázni tudtak a védők. Az Eto játékosai tudták, hogy nem lehet ráülni az egy gólos előnyre, így a második játék részben is támadtak a következő gólért. Prizó keresztpasztát Rudolf tette vissza a lövésre, megint Windecker érkezett, aki most még nem járt sikerrel. Aztán egy bolgár szabadrugás, Lubos Kamenár óriási bravúrral hárított, alapda éppen befért volna a léc Az utolsó 20 percben aztán igazi gólparádét rendeztek a csapatok. A továbbra is nagy kedve játszó Rudolf Gergő csípettel egy átadást, és pillanatok alatt előnybe került védőjével szemben. Volt ideje kiválasztani a megfelelő stratégiát, így akkor, amikor egy csere leindult befelé, és úgy tűnt, hogy lőni fog, végül passzolt. Jól tette. Vindeker József óriási gólt lőtt. A kapus hiába vetődött, nem volt esélye, hogy eléri a labdát. már két gól volt az Eto előnye. Az idilli állapot azonban nem tartott sokáig. A 72. percben egy szöglet után Rafael Perez fordult be kis területen, és bombagolt lőtt a győri kapuba. Ám miért a narancsárga medesek elhitték volna, hogy akár egyenlíteni is tudnak, Priskin Tamás tartotta meg három ember között jól a labdát, majd tette vissza Bröderovszkinak. A jobb hátvéd egyből adta középre, ahol Pátka és Spitzel kapura lőte, a labda pedig védhetetlenül vágodott a jobb alsó sorokba. A győriek harmadik találata is mese szép volt. A hajrában végül megint sikerült csökkenteni a bolgároknak a hátrány. Ez a szabadrugás ugyan nem ment be, de egy újabb pontrugás után már nem sikerült felszabadítani a kaput, és a középradás után Galabov emelkedett a legmagasabbra, aki mint hulló falevelet a hosszú sorokba fejelte a labdát. Mindez azt jelentette az Eto 3-2-re nyerte utolsó törökországi felkészülési mérkőzését, másfél héttel a videóton elleni első bajnoki találkozó előtt.